Jó estét kívánok, és ahogy az előbb pillanatokkal ezelőtt mondtam, már itt is van velem Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője, és kezdünk Vlagyimir Vlagyimirovicsal. Jó estét kívánok, képviselő úr! Ahogy az előbb feldobtam ezt a kérdést Katának, amikor még válaszoltam arra, hogy mi lesz ma este a műsorban, miért olyan nagy baj, hogyha egy sportág világrendezvényén, világbajnokságán itt van a tiszteletbeli elnök? Hát ezzel nyilván semmi gond nem lenne, de nem csak egy egyszerű tiszteletbeli elnök, hanem valóban Oroszország elnöke. És hogy mennyire erre a rendezvényre jött, és mennyire a megnyitó miatt érkezett ide, azt hiszem, hogy a magyar kedves választópolgárok, akik nyomon követték a délután eseményeit, a maguk is láthatták, hiszen Putyin nem volt jelen a megnyitó rendezvényen, sajnos. De önmagában a legitimációja azért meg lenne egy tiszteletbeli elnöknek, hogyha egy saját sportágában, amit ő is űz, eljön ide? Hogyne. És nyilvánvalóan Oroszország elnökeként semmi más nem csinál egész életében, mint tiszteletbeli elnökként különböző sportrendezvényekre járkál. De ezt nem mondtam, de van egy saját sportja. Ne haragudjon, de amit mondott, az már majdnem ezt közelítette. Szóval a lényeg az, hogy az ember idejött. Nem volt itt a megnyitón. Leült a Szotyi köpködős barátjával, Orbán Viktorral a VIP-lelátóba, majd egy olyan másfél meccs megtekintése után eltűntek, azóta se tudjuk, hol vannak, ugye. És a mi mai megszólásunk is pontosan erről szólt, hogy egyrészt maradj, hogy Orbán Viktor vasárnap este felcsúton nézi a foci meccset, majd hétfőn judó meccset néz. Azért szerintem mi is többet várunk egy picit egy miniszterelnöktől, épp amikor beiskolázási szezon van, és a legfrissebb kutatások szerint a magyar családok 55%-ának, egyébként gyermekes családoknak 55%-ának komoly nehézséget okoz, hogy ezt a hetet átvészelje. Azért mondom, egy picit a szotyigöpködésen túl lennél, egy picit fontos a dolgok, és foglalkozhatna a miniszterelnök, de a lényeg az, ami a közleményünkben is benne volt. Azt szeretnénk tudni, nem mi. Szerintem mind a minimum az adófizető polgárok, de azt gondolom minden magyar állampolgár, hogy miről egyezkedik Orbán Viktor a mi nevünkbe, a magyar emberek nevében és a magyar emberek feje fölött Vlagyimir Putyinnal. Oké, ha mert ön nem azt mondja... a judó éremtáblát osztogatják föl, valószínűleg az majdnem biztos. Jó, amikor ön egy politikai nyilatkozatot tesz, mint például most tett, akkor hogy érzi, akkor, amikor akárki is az az ember, mondjuk Magyarország legitim miniszterelnöke, hiszen megválasztották miniszterelnöknek, hiszen az ő pártja nyert, akkor, amikor ön egy politikai nyilatkozatot tesz, akkor, amikor megfogalmaz egy olyat, én ezt lejegyzeteltem szó szerint, hogy leül a Szotyi köpködős barátjával, akkor ön ettől például vár valamit? Az például a közbeszédet emeli, hogy ön mondjuk nem azt mondta, hogy leült Orbán Viktor mellé. És akkor az még nem is a szeretet jele, hogy ön most szereti vagy tisztel, vagy leült a miniszterelnök mellé, hanem azt mondja, hogy a Szotyi köpködős barátja mellé. Ettől a kifejezéstől ön például mit vár? Hát nézze, először is azt gondolom, hogy ez a kifejezés nagyon sok ember érzését kifejezi. Nagyon sok ember mérgét és haragját is megjeleníti, hiszen a képet teljhatalmú miniszterelnökként, mondjuk a legfőbb ügyésze az egyik oldalamon, vagy a fél oligarha csokorral a másik oldalamon, az általam a falumba épített közpénzből több sok-sok milliárd forintért felépített stadion lelátóján nem engem fotóztak, úgy uram, nem Orbán Viktor. Egy-kettő. Okay. Én nagyon-nagyon szívesen eljövök egy ilyen félórás műsorra, és amikor engem elemzünk, és az én politikai megszólásaimat, de én azt gondolom, hogy mindenkinek teljesen világos. Az a kép mindent elmond Orbán Viktorról, és a magyar média munkatársai rakják címoldalra és majdnem minden cikk mellé, amikor Orbán Viktor feltűrt kockás ingbe köpködi a Szotyit a saját maga által építetett, vagy a magának építetett felcsúti stadionban. Okay. Még egyszer mondom, a fél demokratikus intézmény vezetői elitjével és a pénz oligarchákkal karöltve. Pillanatra még visszatérve. Ezt szerintem kifejezi ezt a kifejezést. Pillanatra még visszatérve Putyinhoz. Ugye ön most hát valamilyen módon azért megszólt a magyar miniszterelnököt, de például most így én lejegyzeteltem Putyin múltját Magyarországon, ugye Gyurcsány Ferenc, az MSZP akkori elnöke vendégül látta Budapesten őt egy vacsorán. Gyurcsány Ferenc a vendége volt egy zárt körű vacsorán, privát vacsorán Moszkvában. Megyesi Pétert a saját autóján vitte Putyin a reptérre, és hát Megyesi Péter sem állt távol ugye a Magyar Szocialista Pártól. Tehát akkor azokkal a problémákkal, vagy akkor Putyin még más ember volt? Vagy ezekkel a miniszterelnöki találkozókkal nincsen problémája? Nem tudom, velem beszélget, Fügy úr.
Mert? Tehát én nem tudom, én furcsán érzem magam, látom, hogy föl vannak érzete, vagy mivel kell engem szembesíteni, de ezek közül egyetlen mondatot nem mondtam ma. És nagyon érdekes, hogy amikor azt idézi, hogy Gyurcsány Ferenccel mikor és hol találkozott Vlagyimir Putyin, akkor én emlékszem egy nagyon híres idézetre, mostanában sokat hallani. Például ma azt hiszem, hogy valamelyik közterületen valaki hangosan mondón ismételte meg. Na pont akkor Orbán Viktor, aki ma ott ül vele egész nap, hazaárulózta le az akkori miniszterelnököt azért a tényért, mert Putyinnal találkozott, és hazaárulásról és Putyin pincséjéről beszélt a Szocialista Párt akkori miniszterelnök jelöltjével kapcsolatban. Én ide bejöttem önhöz a stúdióba, én egyetlen egy szót ilyet nem mondtam, ezért nem értem, hogy miről szeretne velem beszélgetni. Egy kérdést tettem fel, amit most is fölteszek önnek és a nézőknek is. Miről beszél ez a két ember titokban a hátsó szobában? Pénzünket, tulajdonunkat, vagyonunkat, jövőnket adják-e, veszik-e egymás között, okay, vagy nem. Akkor, és most itt vagyunk este 7:30, uh-huh, és azon kívül, hogy Vlagyimir Putyin elkésett a saját megnyitó rendezvényéről, azóta Magyarország népe egy hangot nem tud arról, hogy egyébként 3000 milliárdos paksi beruházással kapcsolatban mire jutottak, hogy az ország hosszú távú gázszerződéseivel kapcsolatban mire jutottak, vagy esetleg tényleg higgyük el, hogy a jelenlegi judó világbajnokság érem tábláját beszélgetik éppen. Tisztelettel végighallgattam önt, azért nyilván ön is tudja, hogy amikor a választások lesznek, akkor nem engem kell legyőzni ezeken a választásokon, hanem például az ön pártjának, a Fideszt, az ön miniszterelnök jelöltjének, mondjuk Orbán Viktort, hogyha ő lesz a miniszterelnök jelöltje a Fidesz. De ha az világ legnagyobb országának a vezetője ellátogat Magyarországra, és mondjuk a judo VB kapcsán találkozik a magyar miniszterelnökkel, és az ország dolgait megbeszélik, például legyen bármiről szó, amit a két országot érinti, akár politikailag, akár gazdaságilag, az egyébként baj, bárhol is összetalálkoznak? Nézd, egyébként, ahogy fölteszi a kérdést, nyilván józan ember egy normális országban azt mondaná, hogy nem baj. Csak tudja, nem normális országban élünk, gondolom, föltűnt mindenkinek, hogy 7 éve Fidesz kormányzáson. Például a paksi szerződés. Az egy normális országban nem, hogy nem történhetett volna meg így, hanem minden jó érzésű médiamunkás, adófizető állampolgár, cégvezető, egyszerű szavazó elhajtotta volna, elkergette volna a fenébe azt, aki a feje fölött egy ilyen, okay, megállapodást titkosan létrehoz. Szabad egy közbevetést eszközölnem? Persze. Egy ilyen normális vagy nem normális, ahogy ön mondja, országban, hogyha megvan az országnak, a lakosságának a lehetősége arra, hogy választ, és elmegy a választásokra, akkor mondjuk 2014-ben mondjuk elmegy oda, vagy 2018-ban elmegy oda, és leváltja az Orbán kormányt, és azt mondja, hogy ennek, ahogy ön mondja, nem szabadna megtörténnie, ez nem történhetett volna meg, ez egy borzasztó dolog, ezeknek menniük kell. A 2014-es választásokat, ahol önök is indultak, a Fidesz nyerte, kétharmados többségük van, a 2018-as választások előtt például a közvéleménykutatásokat nagyon magasan vezeti a jelenlegi kormánypárt, tehát azoknak a választóknak, akikre azt mondja, hogy ha és amennyiben így van, el kell küldeniük, úgy néz ki ebben a pillanatban, politikában bármi megtörténhet, de ebben a pillanatban, hogy nem akarják ezt elzavarni, ezt a kormányt. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megszólaljak. Az a helyzet, hogy ennél picit azért bonyolultabb a dolog, mert a Paks 2 beruházása kapcsolatban, amint elkezdtem a mondatomat az előbb, az egész magyar népbe volt csapva. 2014-es választások előtt is. Titkosított szerződések voltak, parlamentben a kétharmaddal visszaélve módosított törvények voltak, ködösítés volt, mind a hitellel kapcsolatban, mind a beruházással kapcsolatban. Tehát ha azt kérdezi, hogy a magyar választópolgárok például 2014-ben annak az információnak a birtokában mentek el szavazni, hogy pontosan mit döntöttek a fejük fölött, akkor az a rossz hírem van, hogy nem. És mielőtt még rátérnénk arra, hogy de ez a fránya ellenzék miért nem csinált semmit, ugye az államtitkokkal a fránya ellenzék sem tud mit csinálni. Ahhoz képest egyébként annyi történt, hogy az Európai Bizottság is beszállt ebbe a dologba, és onnantól kezdve, mint ahogy egyébként nagyon-nagyon sok mindenben, és itt rátérek a konkrét kérdésének válaszára is, az Európai Unió, aminek tagjai vagyunk, az állampolgárok oldalán áll, és ki tud kényszeríteni kormányokból olyan dolgokat, amiket ő nem akar megtenni, mert el akar titkolni. Például ebbe az ügybe is az Európai Bizottság beszállása után egyébként tisztább képet látunk, és rákényszerítette a magyar kormányt, hogy ami egyébként fontos lehet, abba egy csomó információt hozzon nyilvánosságra. Én azt gondolom, hogy ma már ott tartunk, és én ebben nagyon bízom, hogy az emberek döntő többsége, a számok ezt mutatják, legalább döntő többsége, a szavazó polgárok többsége nem kívánja
ebben a kormányzásban folytatni a sorsát. Igen, igaza van. A legjobban szervezett kemény magja nyilván továbbra is a Fidesznek van. Olyan szintű korrupciós ügyek mellett kiszipolyozott 10, 100 és lassan már 1000 milliárdok mellett, amilyet az ellenzéknek nyilván köze és lehetősége nincsen. Ezeknek az embereknek 2018 tavaszán látnia kell, és akkor itt térnek vissza Putyinhoz. Hogy az, amikor a szlogen az, hogy Európa vagy Orbán Viktor, és ebbe a képbe jön Vlagyimir Putyin, aki idén másodszor látogat el Magyarországra, és volt szemfüles újságíró kollégája, aki gyorsan összeszedte, tehát nagyon kitüntetett országok vannak ilyenek, mint mi. Ukrajna volt ilyen, amikor még orosz báb kormány volt, mielőtt egy forradalom elsöpörte volna. Egyébként pedig Kazasztán és Fehér Oroszország, ezek büszkélkedhetnek ilyen fél orosz gyarmatok, hogy Vlagyimir Putyin egy évben kétszer is ellátogatott hozzájuk bilaterális tárgyalásra, és vezető, a nagy híres vezetőjükkel tárgyalt. Ez egy szimbólum, értsenek. És nyilván az ellenzéki politikusok és azért tiltakoznak, tüntetnek, kiabálnak, közleményt adnak ki, vagy bejönnek egy esti műsorra megpróbálni elmondani, mi a véleményük, mert egy szimbólummal kapcsolatban politikusnak el kell mondani a véleményét, hogy értsék az emberek, hogy ez nem csak egy judó látogatás volt. Ez okay. Egyáltalán nem. Ez alapvetően meghatározhatja Magyarország jövőjét, a gyerekeink, unokáink jövőjét is. Ez az ország egyszer kipróbálta, milyen Oroszország érdekkörébe tartozni. Elvileg 1990-ben úgy döntött az ország, hogy nem szeretne ide tartozni. Mi azoknak az ászlóját emeljük a magasba, akik ma is így gondolják. Ugye 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor ön volt Mesterházi Attila kabinett főnöke. Nem jól emlékszem. Nem jól emlékszik. Dolgozott a kampányban. Ugye? Dolgoztam a kampányban. Okay. 2014. januárjában, amikor ők bevonultak, ezt is kértem, képzelje el, és nem mondhatja azt, hogy a szavába vágtam, mert tényleg egy 3 perces választ adott. Akkor szó szerint úgy köszöntötte a hangos bemondó Mesterházi Attilát, hogy hölgyeim és uraim, kérem fogadják szeretettel az MSZP elnökét, Magyarország következő miniszterelnökét, Mesterházi Attilát. A választási eredményeket tudjuk, nem lett Mesterházi Attila miniszterelnök, és a Fidesz nagyon megnyerte a választást. Most ugye dolgozik szintén Botka László kampányában, amikor akkor nagy elánnal azt mondták, hogy az MSZP nyer, és a miniszterelnök Mesterházi Attila lesz. És látták az eredményt, akkor most mi változott azóta? Miért hinne a választópolgár mondjuk az MSZP-nek, a széttagozódott ellenzék egyik pártjának? Hát nézd, ez egy megint egy ilyen nagyon általánosító kérdés, és szerintem nehéz rá azért jó választ adni, mert a kérdés magát nem illik minősíteni. 98. Igen, csak tudja, amikor nagyon leegyszerűsítünk valamit, akkor ez egy nehéz okay. helyzet, hogy választani. 98-ban Orbán Viktor megnyerte a választást, 30-valahány évesen, 6-7 évesen. 2002-ben az MSZP, senki nem gondolta volna, és akkor hozhattuk volna ezt is példaként, 10%-kal vezetett több mint 10%-kal vezetett a Fidesz, és mindenki azt gondolta, hogy nem lesz kormányváltás, leváltotta Orbán Viktor. 8 éves MSZP kormányzás jött, és Orbán Viktor egyébként ezek után megszervezze magát, megnyerte a választást. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy lehet ilyen idézeteket tenni ide-oda. Én szerintem az a lényeg, hogy mit tesz egy párt. Hiteles attól lesz, tudja, hogyha van egy hiteles vezetője, ha van egy jó stratégiája, és van egy jó programja. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a Magyar Szocialista Párt az előző választáshoz képest is nagyon sokat változott, és például abból a hibából biztos, hogy tanulunk, és ezért nehéz egy picit a helyzetünk, mert a többi ellenzéki párt, bár most már úgy tűnik múlt szombat óta Karácsony Gergely Botka László melletti kiállása után, hogy talán kicsit gyorsabban, de megértik. 2014 egyik kudarca az volt, ami higgye el, hogy nem Mesterházi Attila munkatársaim volt, de talán még nem is rajtam, akkor már, hogy valódi szövetséget ajánl létrehozni, mi az embereknek hiteles, ahogy ön mondja, és képes az a választók többségét megnyerni, azt nem lehet pusztán pártelnökök megegyezése alapján egy papírra vetett aláírással elrendezni. Az vagy őszintén hasonlóan gondolkodó emberek, egymásban bízó emberek és egymásnak hátat fordítani képes emberek szövetsége, és pártok nyilván is politikusok szövetsége, vagy hiteltelen lesz az emberek előtt. És én ezt látom nagyon a problémának 2014-ben, és ezért óvom a saját pártomat, hogy még egyszer ebbe az utcába belemenjünk. Ki nyeri a választást 2014-ben? Olyanokkal, és úgy kívánunk a következő szakban dolgozni, akik hitelesek
külsősöknek, hitelesek a saját támogatóinknak, és ezért nagyon fontos Komáromi Zoltán csatlakozása az együttből, ezért nagyon fontos Karácsony Gergely szombati kiállása Botka László mellett, ezért nagyon fontos a makói kirúgott iskolaigazgató csatlakozása a csapathoz, ezért nagyon fontos és hiteles annak az Ácsnénak a csatlakozása, a kishontosi gazdaság csatlakozása, aki még néhány évvel ezelőtt pont így beszélt, hogy miért csatlakozna ő egy MSZP-hez, ma azt mondja, hogy Botka László mellett ott van a helye, mert ő fogja tudni ezt az országot helyes irányba hozni, és én abban hiszek, és azért dolgozunk, hogy minél többen felismerjék az erő, és a 2018-as választási győzelem az azon múlik, hogy hány ember csatlakozik mostantól majd hozzánk, és nagyon remélem, és nagyon örömmel fogok majd jönni, amikor hetente egyre több és több ember tudunk majd bejelenteni. Jó. Beszélgetésünk bőven véget ért, gyakorlatilag egyszavas kérdések, egyszavas válaszok, vagy egymondatos kérdések, egymondatos válaszokra van. Nagyon röviden időn, ki lesz 2018-ban a választások győztese? Botka László és az általa formált szövetség, ami reményeink és a mi stratégiánk szerint. A jelenlegi közvéleménykutatási adatok miért nem igazolják ezt egyelőre vissza? Mert az út elején állunk azért. Mikorra alakítják ki a szövetségeseket, mi a szövetségi rendszer, kivel fognak össze és kivel nem? Ezek az egymondatos kérdések? Jó, jó. Idén év végén meg kell lennie. Összefognak-e a demokratikus koalícióval? Ezt százszor elmondtuk már. Mindenkivel összefogunk, akivel hasonlóan gondolkodunk, ennek megvannak a feltételek. Lesz-e egyáltalán, vagy lesz-e esélye bármilyen módon technikai együttműködésre, akár technikai együttműködésre, például a Jobbikkal? Nem. Köszönöm szépen, hogy itt jártam. Én is köszönöm.